Fergeteges bulit rendezett Fenyő Miklós és csapata az Icsi színpadon. Nem mellesleg egy koncertet láthattunk, hallhattunk, ahol a közönség végig társ volt dalban, táncban. Mondhatjuk, hogy több ezeren lubickoltak a nézőtéren az ízig-vérig Fenyő Miklós rock'n'roll varázsában. A magyar rock'n'roll egyik ikonja, aki idestova 56 éve varázsolja el a műfaj barátait, ezúttal is kitett magáért. A rock'n'roll királyaként csapatával, felejthetetlen estével ajándékozta meg a királyi napok vendégeit a Királyok városában. A helyzet az, hogy ezt nem lehet gondolni. Ehhez jósnak kéne lenni, és vagy az embernek felfedezni saját magában a jós tehetséget. Nem biztos, hogy én felfedeztem magamban. Azt tudtam, hogy ez egy örök elkötelezettség, és az idők végezetéig a lelkemben ez ott van. Tehát ez nem tűnik el, ez mozgat engem, ez egyébként a mindennapjaimat is meghatározza, ez már egy kicsit nyilvánvalóan a filozofikusabb része a válaszomnak, de mégis igen. Tehát meghatározza az embernek az én tudatát, vagy az egóját, vagy a önmaga alkotta önképét. Fenyő Miklós hitvallása, hogy dallá formált vallomásaival megidézi önmagát, megerősítést ad a közönségnek, hogy így is lehet mélységgé formálni a jókedvet, a mindennapok varázsával pótolni a várva várt ünnepet, lírával vagy rock'n'rollal. Az a másfél óra, kicsit több, amit én a színpadon töltök, szemben a közönséggel, az egy nagyon-nagyon jó játék, mert az olyan, mint egy tenisz meccs, a labda onnan ide pattan, innen oda pattan. A különbség csak az, hogy mi nem ellenfelek vagyunk, hanem szövetségesek a közönséggel. Az esti életigenlő ihletett pillanatokat hozott a közönségnek is, mert ez valóban Made in Hungária volt.